Kizsevics Julianna 2018-ban egy ázsiai útja után döbbent rá, hogy míg a világ számos városának történetét hallotta már, nem ismeri saját falujának, Nemes Militicsnek a históriáját. Ekkor határozta el, hogy összegyűjti a falura vonatkozó összes adatot. A könyv 1750-től a falu megalapításától a 20. század közepéig tekinti át Nemes Militicz történetét. Több száz magyar család alapította a falut, ellentétben azzal a tévhittel, hogy 36 család alapította. Az az ötlet támadt a zombori vezetőségnek, hogy Zombor községben egy olyan települést kell megalapítani, ahol nemesek fognak élni, és Észak-Magyarországról toborozták a nemeseket, akiknek igen bizonyítaniuk is kellett nemességüket. De valójában Militicz annak idején átjáróház volt. Jöttek az emberek, valamiben csalódtak, nem kaptak annyi földet, hogy bérelhessenek, amennyit terveztek, tovább mentek, és ez a költözés, ez fél évszázadig tartott. Julianna a Kalocsai Székesegyház levéltárának gyűjteményei mellett az Osztrák Állami Levéltárban, valamint a Magyar Országos Levéltárban található iratokat is áttanulmányozta, de a Zombori Történelmi Társulat évkönyveinek adatait is felhasználta könyve megírásakor. Számomra Kanyurszky György, dr. Kanyurszky György a leghíresebb nemes militicsi, ugyanis ő a teológia doktora volt, Budapesten dolgozott a teológiai egyetemen. A legenda azt mondja róla, hogy 32 ázsiai nyelvet beszélt, pár nap alatt megtanult egy-egy nyelvet, és ő volt az első tudós, aki leírta a klasszikus arab nyelvtant. Zomborban nyomtattam a könyvet, tehát most egyenlőre egy példány létezik. Ha több véleményt kapok, pozitívat, negatívat, utána szeretném kiadni, hogy mások is tudják használni. Ezt nem olvasni kell, ezt használni kell. Nemes Militicz lakossága mindig híres volt vendégszeretetéről. Krúdi Gyula ezt írta a faluról egy tollrajzában. Nemes Militicsen a paphoz betértél egy szóra vízkeresztkor, és olvadni kezdett a hó az országutakon, mikor vége lett a barátkozásnak.